Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Felmerült az a kérdés, hogy miért szeretem én a Ranger-t. Nyilvánvalóan ez egy szubjektív vélemény videó lesz. Miért? Mert szubjektív az, hogy ki mit szeret. Két ágon lehet elindulni fájkezelő vagy akármilyen program keresésénél. Az egyik véleményem szerint az, ami nagyon jó és kezdőknek, illetve akik nem akarnak a témában nagyon elmélyedni, teljesen jó. Feltesz egy asztali környezetet, legyen a példa XFCE. Az XFCE beállított, előre konfigurált és nagyon jó fájkezelőt ad. Ugyanígy igaz egyébként bármelyik asztali környezetre, az XFCE a tunárt fogja neked adni. Használod azt, nincs vele gond. Hozzáintegrált, jól működő, csodálatos. Ennyi. A másik az, hogyha elkezdesz keresgélni, körbenézni a lehetőségek közül. Nyilván, hogy a keresgél az ember, már tudja, hogy neki milyen funkciók kellenek, mit szeretne ellátni vele. Nyilván, és megint ezt kell mondani, hogy nyilván, egyértelműen és természetesen, az, hogy nekem, neked vagy neki, mi az, ami kell, hát az eltér. Az eltérő feladatokhoz eltérő fájkezelők a jók. Nyilván, megint ezt kell mondani, hogy természetesen és egyértelműen mindenki a sajátját, a kiválasztott, a célnak kiválasztott fájkezelőjét szereti a legjobban. Én el tudom mondani, hogy én miért szeretem a Ranger-t, de azt nem tudom elmondani neked, vagy garantálni, vagy biztosítani, hogy neked a Ranger megfelelő lesz. Két szót szeretnék magáról a Ranger-ről beszélni. Terminálos és nem grafikus. Billentyű vezérelt és nem egérrel vezérelt dolog, azaz akinek grafikus felület kell, Ranger nem jó. Aki nem szereti a billentyű kombinációkat, könnyen megjegyezhető, értelemszerűen használható billentyű kombinációkat használni, ő neki nem jó a Ranger. Azt hiszem ez egyértelmű. Ha pedig valaki szereti ezeket a dolgokat, amiket én elmondok, és esetleg megtetszik, őnek jó szívvel tudom ajánlani, hogy sok egyéb terminálos fájkezelő mellett legyen szíves kipróbálni, és ez fontos kipróbálni, hiszen akkor tudod meg, hogy neked megfelelő-e kipróbálni a Ranger-t, vagy akármelyik olyan eszközt, amit interneten bemutatnak és ajánlanak. Azaz nincs legjobb, csak nekem megfelelő, és általam megkedvelt eszközök vannak. Gondolom mindenki, aki egy picit többet hallgatott, mint 2 perc, ez az én heppem, milyen olyan ismeretet lehet egy eszközről elmondani első körben, ami nekem nagyon fontos, nekem. Megint egy szubjektív dolog, természetesen a jól dokumentáltság. Én azt nem szeretem, hogy nekem kell összevadászni az alapfunkciók leírását. Nézzük is meg a Ranger-nek a saját leírását, nyilván ezzel szoktunk kezdeni, olvasunk, hallunk valamiről, és akkor elsődlegesen a gyári, a hivatalos leírásokat szoktuk megnézni. Láthatóan nem rövid, szép leírást fogsz kapni, alap funkciókat le fogja írni. Az, hogy mindenbe belemegy vagy nem megy, az jelenleg teljesen mindegy, de láthatod ugye, az alapfunkciókat mit, hogyan érsz el, a Y, az O betű, későbbiekben bemutatom ezeknek a szerepét, a működését, azok szépen le vannak írva, illetve a bővítés egyéb lehetőségeket is leírja. Azaz dokumentum van, el lehet olvasni, hogy mit tud. A dokumentum fontos ahhoz, hogy elindulj, és itt megkapod ingyenesen, értelemszerűen angolul. A következő gondolat, hogy billentyű kombinációk. Sokan szeretik, sokan nem szeretik. Ha nem szereted, neked nem igazán való a Ranger. Itt mindent, azon kívül is mindent, természetesen billentyű kombinációval irányítunk. Két olyan gondolat van a billentyű kombinációkkal kapcsolatban, amit el kell mondanom, illetve el fogok mondani. Az egyik, máshol is elérhető ez a funkció. Igen, hogyha például előbbi példa szerint a tunárt használod, ott is hozzá tudsz rendelni funkciókhoz különböző billentyű kombinációkat, de itt mindent billentyű kombinációval fogunk vezérelni. 2. Sok ember attól tart, hogy a billentyű kombinációkat hát bizony nem fogja tudni megjegyezni. Nyilván ezt a Rangernek a fejlesztője is tudja, illetve sok program fejlesztője is tudja. Olyan jó megoldást találtak ki, például a Rangerbe, hogy bizony az
feloldja az ilyen félelmet, azonnal meg fogod érteni, mindjárt megmutatom, oké. És itt nagyon fontos, hogy nem csak a hagyományos billentyű kombinációk léteznek, hanem sorozatokkal dolgozunk. Oké, az első körben ez érthetetlen, kettő, furcsa dolog lesz, de meg lehet szokni, és egy másodperc alatt meg is értjük. Elindítjuk terminálba a Ranger-t, elindul. Lehet látni, hogy egy picit más, átkonfigurálta, mint a megszokott dolog, ne tévesszem meg senkit, ez a hagyományos Rangerben megszokott Miller megoldás. Majd a későbbiekbe kitérek arra, hogy mi ez a Miller megoldás. Jelen pillanatban elegendő annyi, hogy elindítottam, és belépek a hanganyag könyvtárba. Ez egy könyvtáram, gyakorlatilag itt akarok munkát végezni, a leföl billentyűvel tudsz navigálni, enterrel lépsz be, és a kilépés a balra, illetve belépés a jobbra gombbal is működik. Alap dolog. Aki már használt valamilyen ilyen billentyű vezérelt dolgokat, ez a megoldás egyértelmű, megkülönben is logikus. Beléptem, és megkeresem azt, hogy rádió, és ezt a kettő darab, egy, kettő, három darab állományt kijelöltem. A space-szel lehet kijelölni, logikusan szépen működik. Sok egyéb kijelölési módszer is van, lehet leválogattatni, meg egyéb dolgokat is csinálni, de én most jelen pillanatban ezzel nem szeretnék foglalkozni. Három darab állományt kijelöltem, és egy tesztkönyvtárba be fogom másolni ezt a rádiós anyagot. Ennek a tesztkönyvtárnak van egy neve, MM. Ez csak azért, mert ezt a két gombot nyomtam le. Amikor a könyvtárat elkészítettem, Enterrel beléptem, és látható, hogy üres. A kijelölt fájlokat hogyan másolunk? Alapesetben mindenki tudja, szövegszerkesztőben is így működik, Ctrl-C, Ctrl-V, igaz? Tehát egy gomb és még egy lemnyomásával, kettő vagy három gomb együttes lemnyomásával dolgozunk. Itt is meg tudod így adni, tehát ezzel nem gond, tehát be tudod így is konfigurálni a Ranger-t, de én meg szeretném mutatni a billentyű sorozatok használatát. A billentyű sorozat azt jelenti az én szóhasználatomban, hogy egymás után külön-külön-külön lenyomott gombokról beszélünk. Azaz, hogyan lehet ezt a három állományt a másoláshoz felkészíteni. Y-t megnyomjuk, fejből tudjuk, meg egyébként is lehetett látni a leírásban, hogy a másolásos funkciókkal bizony az Y-t rendelték gyárilag. Nyilván nem nyúlunk hozzá, hiszen a leírásokat követve kényelmesebben tudunk dolgozni. Lehet látni, hogy lenyomtam az Y gombot, és kaptunk egy help-szerűséget. Azaz, nem kell félni attól, hogy 500 darab különböző billentyű kombinációt meg kell tanulni. Az ember azt a 4-5 használt funkciót, például másolás, beillesztés, törlés, ezek, amiket szoktunk általában használni, azokat megjegyzi, tehát a másolás Y. Lenyomod az Y gombot, megkapod a helpet, meg kellett tanulni itt rengeteget, az összeset nem, meg kellett tanulni. Egyet megkaptad, lehet látni, hogy a másolás még egyszer az Y lenyomásával történik, Y adja a másolást. Ott lehet látni egy GG feliratot is, az azt jelenti, hogy először megnyomod az Y-t, majd utána megnyomod a G-t, és utána megint a G-t. Így sorozatban végzed el a műveletet. Nekünk jelen pillanatban a legegyszerűbb másolási feladat van, ezt a kettőt, hármat felmásoljuk a térbe, abba a pufferbe, amibe kell, az Y parancsal nem történt semmi, eltűnt a sugunk nyilván, mindjárt kiderül, hogy ez működik-e, belépünk a könyvtárba, látható, hogy üres. A beillesztéses parancs a P. Ezt az ember megjegyzi, paszt, beillesztem, bemásolom, berakom, odaragasztom, felkiáltású gondolat. Gondolom, ezt mindenki úgy le tudja követni az angol szavakból. Más rendszerben ez úgy működik, hogy lenyomod a Ctrl és a V-t, igaz? Együtt. Itt megint azt a módszert kell követni, mint az előbb, sorozatokba lenyomjuk egymás után külön-külön a billentyűket, P betű, P, P, villám gyorsan bemásolta, ennyi. Ennél egyszerűbb nincs a világon, nem kell rengeteg billentyű kombinációt megjegyezni, meg kell jegyezni a bevezető,
bevezető gondolatot, például nekem ilyen bevezető gondolat a saját rendszeremhez, a B betű, ami a saját magam által konfigurált, beállított parancsokat indítja el, nyilván, hogyha tudom, milyen parancsokat állítottam be, és mindegyikhez a B betűt rendeltem, akkor természetesen lenyomom a B betűt, és kiírja azt, hogy melyik másodlagos, harmadlagos, negyedleges, itt azért csak másodlagost használtam, másodlagos billentyűvel, amit külön le kell nyomni, azzal tudom azt a funkciót ellátni, azaz nincs olyan, hogy rengeteg és eltérő és esetlegesen össze-vissza billentyű kombinációt meg kell tanulni, hanem csoportosítva, logikusan, egy kis sugóval ellátva kapjuk meg a billentyű kombinációk lehetőséget, azaz nem kell attól félni, hogy véletlenül nyomkodsz valamit és elnyomsz. Ha szépen, nyugisan lenyomod például a P betűt, akkor elolvasod vagy megnézed, hogy melyik az, ami funkcióban neked kell, ezt kiválasztod. Azaz, ha jól jársz el, megnézed azt, hogy mit ér ki a gép, akkor nem lesz az a probléma, ami a billentyű kombinációkkal sokszor előfordul, hogy az ember véletlenül vagy nagy lendülettel, heves érzelmi állapotban, esetleg idegesen, vagy azt hidve, hogy ő bizony mindent tud, nyomkodja mind a majom a billentyűzetet. Nem. Meg kell nézni, hogy mi mit csinál, és utána nem lesz ezzel probléma. A következő gondolat a jól konfigurálható, kiegészíthető. Ez azt hiszem minden fájkezelőnél egyértelmű, hogy elvárás. Ctrl-H-val a rejtett könyvtárakat előhozzuk, bemegyünk a saját könyvtárunkba, config könyvtárba, bemegyünk és megkeressük, nagy meglepetés lesz a Ranger elnevezésű könyvtárat, ami itt van. Lehet látni a megoldást, hogy ahogy én itt léptetek, itt az alkönyvtárak szépen láthatóak lesznek, és bemegyünk a Rangerbe, Enterrel, ahogy az előbb mondtam. Itt sokféle egyéb dolgokat lehet látni, logikusan mindenki elolvassa a leírást. Kettő olyan állomány van, a rifle, tehát a puska, konfigurációs állomány, illetve az RC-conf. Hát az RC-conf az nagyon jó dolog, na hát látható ugye, hogy rákattintottam, és itt a betekintést megkaptuk, Enterrel megnyitotta a beállított alapértelmezett NVIM, tehát a NeoVIM programmal, és nézzük is meg. Ahogy látni, sima szöveg. Nincs semmi olyan formázás, amire oda kellene figyelni. A múltkor bemutatott S Pen-nál nagyon oda kellett figyelni a formázása, itt kevésbé. Sima ini rendszerű dolgot kapunk, minden ki van kommentelve, minden értelemszerűen jól ki van fejtve. Ott van az egyértelmű leírás, azt elolvasva el tudod dönteni, hogy azon a beállításon változtatni akarsz, vagy nem. Oké, jelen pillanatban mindenki már menekülni kezdett, mert 400-nál tartunk, mármint sorban, és az emberek nem szeretik a konfigurációkat annyira babrálni, napok, órák teljenek el avval, hogy bizony használhatóvá tesszük azt a programot, nem kell hozzányúlni, egy-két megváltoztatott értéken van, plusz a saját funkciók. Ennyi. Alapesetben beállítja az ember egyszer, vagy hozzá se nyúl, és akkor a leírások teljesen működnek, beállítja egyszer, és utána hozzá nem kell nyúlni, azon kívül, hogy egy-két saját parancsot beleillesztek a végére, és az nagyon jó. Nézzük is meg a beállítások egyszerűségét. A beállítások egyszerűsége a saját programok, saját parancsok hozzáadása nagyon egyszerű. Nézzük is meg a saját programok hozzáadásának a lehetőségét. Nem fogok kitérni rá, jó? Tehát maradjunk annyiban, nem fogok én itt kitérni semmire, hogy mi hogyan működik, csak azt szerettem volna bemutatni, a saját program nagyon egyszerű. Map, tehát milyen billentyű kombináció legyen, BS. Tehát nem kell itt más tenni, egymás után leírogatod azokat a betűket, ami lenyomásával, egymás utáni lenyomásával szeretnéd te elérni ezt a funkciót. Tehát, hogyha lenyomom én a B-t és az S-et, akkor a következő parancsot le fogja futtatni nekem egy shellbe, ami ide van írva. Ennyi. Jelent gondot? Nem. A parancsok 90%-ában megegyeznek
a parancsorba beírt parancsokkal, persze megegyezhetnek 100%-ba is, de sok esetben érdemes helypótlókat, valami kis ilyen-olyan karaktereket beletenni. Mit jelent itt, hogy százalékjel S? Én ide betettem egy sugot magamnak, a százalékjel S a kiválasztott fájlokat az aktuális könyvtárba. Azaz, ez a parancs azt csinálja, hogy megnézi, hogy milyen kiválasztott fájlok vannak az aktuális könyvtárban, és lefuttatja ezt a parancsot mindegyikre. Ennyi. A következő dolog, ami nekem nagyon fontos, hogy egy fájlkezelőn belül rögvest el tudjam érni a terminált. Sok olyan dolog van, ami egyszeri, kétszeri felhasználású terminálos feladat, amire nem érdemes scriptet írni, illetve nem érdemes különböző megoldásokat a fájlkezelőbe belerakosgatni, azaz fontos, hogy elérjem a terminált. Nézzük is meg, hogyan lehet elérni a terminált méghozzá Rangerben gyorsan. A terminál elérésének kettő darab megoldás van, több természetesen egyéb megoldások is vannak. Menjünk bele egy könyvtárba, itt van a könyvtár, gyakorlatilag el szeretném érni a terminált, azaz egy parancsot beírni, legyen a parancs az LS, és irányítsuk át az LS parancsot egy szövegfájba. Nagyon egyszerű a megoldás, megnyomod az S betűt, azonnal látod ott lent a sarokban, hogy shell, azaz kaptál egy shell-es parancsot. A shell-es parancsorba beírom, hogy LS, átirányítom egy TXT fájba, legyen ez a neve, hogy TXT, és utána megnézem, hogy megjelente, igen, belerakta azokat a szövegeket, azokat a fájlneveket, amire szükség van. Gyakorlatilag egy nagyon gyors és nagyon kényelmes megoldás, hogyha a terminál kimenete nem kell. Gyakorlatilag egy teljes értékű terminált fogunk kapni, azzal a különbséggel, hogy nem terminált, hanem csak egy sort látunk. Hogyha valóban egy terminálra van szükségünk, akkor megnyomjuk a Shift-S, azaz megint lehet látni, hogy egy nagyon jól összerakott gondolat a Ranger, a kis S, a Shell meghívása, a Shell 2. megjelent. A nagy S, a teljes értékű terminál meghívása láthatóan, hogy abban a könyvtárban nyillott meg, amelyikben kell, tehát amiben voltunk, és akkor megint beadjuk, hogy LS, kacsacsőr, és akkor legyen XXX. Oké, hogy lásd, hogy itt is működik, leenterezed, dolgozott rendesen, nem jelent meg semmi. Mi a következő gondolat? Igen, szeretnék visszalépni a Rangerbe. Hogyan? Hát az exit parancsal kilépünk ebből, és utána látjuk, hogy itt alul megjelent az XXX fáj, amelyben benne vannak azok a fájlnevek, könyvtárnevek, egyebek, amik kellenek. Azaz, sok embernek az a problémája a fájlkezelővel, hogy terminált nem olyan könnyen nyit meg. Hát itt bizony megvan ez a lehetőség, én ezért is kedvelem a Rangert, mert kényelmesen azonnal fájlkezelőből terminálba tudok váltani, ráadásul abba a könyvtárba fog megnyílni a terminál, amiben vagyok, és el tudom végezni a feladatokat. Az előbb is láttátok, nyilvánvalóan nem fogom bemutatni, mit az, hogy az előnézeti panel jól működik, azaz megnézhetem, mi van abban a fájlban, az arra érdemes, arra alkalmatos fájlok előnézeti képét megkapom, szövegfájlokat, illetve képfájlokat így szépen be tudok azonosítani, gyorsan tudok köztek keresgélni. A másik, ami nagyon kényelmes és nagyon fontos és nagyon megkapott a Rangerbe, a kijelölés és a megjelölés művelet. Nyilvánvalóan mindenki szereti kijelölni azokat a fájlokat, amivel ő szeretne dolgozni. Ez a legtöbb fájlkezelőben működik, itt is működik természetesen, nem is ezért szeretem, ezért szerethetném az összes egyéb fájlkezelőt is, hanem azért, mert ez nagyon jól össze lehet rakosgatva. Nézzük is meg, hogyan működik. Természetesen megint visszamentünk egy neutrális könyvtárba, ahol magánjellegű dolgok nincsenek. A rádiós gyűjteményemet szeretném rendezgetni. Nyilvánvalóan van egy pár letöltésem, illetve hozzátartozó íromány, a leírás, hogy mit tartalmaz az a fáj, szeretném elhelyezni egy könyvtárba. Logikusan kijelölgetjük, például ki tudom jelölgetni ezeket, és másolni, mozgatni, törölni tudom. Gyakorlatilag ez semmi újdonságot nem tartalmaz. Oké, de hogyha kilépek a Rangerből,
és vissza szeretnék lépni a Rangerbe, akkor milyen helyzetet látunk? Oda megyek a könyvtárhoz, mert nem jegyzi meg, be lehetne úgy állítani, hogy megjegyezze a becsukott könyvtáramat, nyilvánvalóan rádiós anyag, oké. Látható a dolgot, hogy bizony miket jelöltem ki, nem jegyezte meg. Nyilván kijelöl és megcsinálod a munkát, becsukod, nem is kell megjegyezni. De van egy olyan megjelölés, tegelés, ami számomra nagyon kényelmes. Miért? Mert így gyűjteményezni tudom a dolgokat. Nem kell egyszerre kijelölni azokat, amiket mondjuk másolni szeretnék. Mondjuk ezt a műsort a T megjelölésével becsillagozom. Ott oldalt előtte látni lehet a csillagot. Oké, nem akarom, nem tudom, nem szeretném folytatni a kijelölést, a keresgélést, egyebet, be kell csuknom a Rangert, a Q betűvel becsukom. Oké, megnyitom újra, megint oda battyogok a megfelelő helyre, rádiós és a vége, és lehet látni, hogy bizony ott vannak a csillagok. Azaz a tegelés, a jelölés az megmarad. Oké, természetesen vegyük példának a Tunárt, ahol kis ikonkákat lehet a fájhoz, könyvtárhoz, egyébhez rendelni, hát bizony kis ikonkákkal megjelölgeted azt, amikkel oksi, ez nagyon kényelmes, de nekem ezen túl is van feladatom. Megjelöltem egy csomót, ami éppen számomra kell, azzal valamit szeretnék elvégezni, azaz, Például a megjelölt fájlokat szeretném átmásolni valahova, vagy éppen beletenni a másolás törlés vagy egyéb kategóriába, és ezt a feladatot ellátni. Hát beütöm a kettős pont, így indulnak a parancsok megadása. Azt hiszem, aki Vimet, NVimet használ, ő neki ez, hogy kettős pont, és utána jönnek a parancsok. Nem újdonság, és utána beírok egy parancsot, teljesen mindegy, hogy mi, Mark, és tag parancsot beírom, és akkor már kijelölté is tudom tenni, a kijelölés után pedig másolni is tudom, másoljuk át ezt, például az D a parancsal, tehát át is mozgatom, át szeretném mozgatni ebbe a könyvtárba, és PP-vel beilleszem, látható a tegelés, a kijelölés megmaradt. Tehát gyakorlatilag tudom azt a feladatot ellátni, és számomra ez kényelmes, hogy egyrészt ketté választhatom, hogy mit akarok másolni, tehát kijelölni például, és utána másolni, vagy éppen bejelölgetni valami egyéb gondolat mentén, és azt át tudom tenni a másolás, mozgatás, törlés vagy egyéb kategóriába is, tehát kijelölté tudom tenni a megjelölt dolgokat. Ez alapesetben nem olyan izgalmat, sok állomány közül válogat az ember, napokon keresztül rendezgeti, és kijelöl valamit, és a kijelölés becsukás után, program leállítása után megszűnik, az kellemetlen. Nem vagyok rákényszerítve arra, hogy folyamatosan csináljam, illetve nagyon kényelmes az, hogyha valamibe válogatok, egyrészt kijelölöm azt, amit egy kategóriába szeretnék másolni, megjelölöm azt, amit egy másik kategóriába szeretnék áthelyezni, akkor az első kategória másolása, áthelyezése, vagy a vele való művelet, akármilyen művelet elvégzése után be tudom tenni a másolandó, mozgatandó, vagy egyéb művelet ellátandó kategóriába, azaz ki tudom jelölni azokat, amit előtte betegeltem, bejelöltem, megjelöltem. Ez nagyon kényelmes, bár első körben nem tűnik olyan nagy dolognak, de ha valaki ráérez ennek a lényegére, ennek a kényelmes dolgára, akkor ez neki nagyon hasznos tud lenni. Kényelmes. És ezért is szeretem például a Rangert. Nagyon jól meg tudok vele oldani pár feladatot, ami nekem napi szintű dolog. Megint egy olyan funkcióra térek ki, ami igazából mindegyikbe bent van. Minden fájkezelő tudja ezt a dolgot, azaz megnyitás, szerkesztési lehetőség. Nagyon fontos az, hogy valami azzal nyíljon meg, amivel én szeretném. Ez általában úgy működik, hogy rábögsz a fájlra, és megnyomod a jobb egérgombot, kapsz egy legördülő menüt, és ott kiválasztod az adott listából, hogy mit szeretnél használni. Ez a lista általában a grafikus fájlkezelőkben hát automatikusan legenerálódik, illetve nyilvánvalóan az alapértelmezett program is automatikusan legenerálódik, ebben neked nem olyan könnyű belenyúlni. A Rangerbe ez nagyon egyszerű dolog,
nagyon egyszerűen meg tudod oldani, hogy kiválaszd a listából, egy picit másképp, mint a grafikus felületen természetesen, illetve ezt a listát te saját magad szerkeszed. Van annyira intelligens a Ranger, hogyha nincs az a program, amit te beleírtál a sok-sok-sok megnyitható program közül, akkor természetesen ő azt nem fogja nekem felajánlani. Nézzük is meg, hogyan működik. Természetesen szeretnék megnyitni egy hangállományt, hiszen arról beszéltünk, hogy a rádiós letöltéses anyagaimat bizony, hát azt látjátok, mert ez elég neutrális, nem a munkámmal, nem a egyéb magánjellegű dolgaimmal kapcsolatos, nem egy kép a családról például. Azt hiszem egyértelmű, hát bizony ezt az állományt szeretném hát szerkeszteni, vagy hallgatni. A fájkezelőkben úgy működik, hogy egérgomb, aztán kiválasztom, itt is hasonlóan működik, az R gomb lenyomásával, alapértelmezett lenyomásával kilistázza azokat a programokat, amik rendelkezésre állnak az én gépemen, illetve be vannak állítva, látható, hogy szépen kisírogatja, a nulla gomb megnyomásával az MPV, a 3-as gomb megnyomásával az Audio City fogja megnyitni ezt az állományt, tehát kényelmes. Kényelmes? Természetesen nagyon kényelmes. Próbáld meg a te kedvenc grafikus felületeden azt szerkeszteni, hogy ez a lista más legyen. Tehát ne ezt a listát adja, vagy a listából a választékot, a lehetőséget más sorrendbe adogassa be neked, azaz ezt próbáld meg. Nézz utána, hogy hogyan működik ez általában a te kedvenc grafikus felületeden. Nem azt mondom, hogy ez rossz, vagy ez nem jó, vagy az rosszabb, mint ez, csak egy kicsit macerásabb, vagy lehetetlen ennek a szerkesztése. Nézzük meg a Rangeren, hogyan működik az, hogy például az MP3-as állomány ezt a listát kapja. Na hát belenézzünk egy konfigurációs állományba. Természetesen belemegyünk abba a könyvtárba, amelyben a beállító fájlok vannak, és a Rifle Conf állomány nyitjuk meg. A Rifle adja meg azt, hogy mivel nyitod meg, a Scope adja meg azt, hogy mivel tudsz belenézni, azaz mi az a program, ami ide kivetíti, a betekintő ablakot szabályozza, nem a szerkesztéseket. Oké, Rifle konfigurációt egy Enterrel megnyitom, most nem akartam előhozni erről, hogy a konfigurációs szövegfájlokhoz milyen program van hozzárendelve, programok vannak hozzárendelve. Nyilvánvalóan megkeressük az audio-videó fájlokat, hiszen az MP3-as az audio fájl, és nyilvánvalóan nem szövegszerkesztővel nyitjuk meg. Globálisan meg tudjuk adni azt, hogy audio fájlok mivel nyíljanak meg, illetve hogyha szeretnénk, ha olyan igényünk van, hogy az MP3-ashoz, vagy akármilyen kiterjesztéshez szeretnénk egy olyan konfigurációt tenni, hogy az egyébbel is megnyíljon, mint az általános audiofájlok, akkor azt is meg tudjuk tenni. Nagyon egyszerű a példa beállítás. Különböző lehetőségek vannak az OGG állományok, azok bizony ezzel nyíljanak meg, látható, ugye? Látható, hogy az audio kategóriában az OGG kiterjesztés a végén. A végén, azt jelenti az a dollárjel, a végén OGG van, ezzel nyíljanak meg. Szupi, igaz? Nagyon kényelmes. A következő gondolat persze az, hogy egy globálisabb megadás is van, azaz az audio és videó fájlok nyíljanak meg GM Playerrel, azaz megadjuk, hogy bizony a GMP Playerrel megnyíljanak az audio-videó fájlok, hogyha én szépen rá fogok bökni. Azért fontos az itt lévő sorrend, vagy legalábbis azt mondom, hogy érdemes átnézni az itt lévő sorrendet, mert nekem például az Ocean Audio, tehát egy audio szerkesztő program, már ősidők óta az a legkényelmesebb, ha második. Tehát megnyomom az R-et és a 2-t, a második helyen, ami egyébként a harmadik hely, ott szerepeljen, tehát az R2-vel tudjam megnyitni, azaz át lehet itten szépen rendezgetni a dolgokat, és ő értelemszerűen ebben a sorrendben, föntről lefele, szépen be fogja rakosgatni a listába, tehát az ilyen megadás viszonylag könnyű. Ráadásul nincs olyan problémám,
Persze grafikus felületen se szokott olyan probléma lenni, hogy olyan programot ajánl fel, ami nem működik. Ráadásul a sorrendet is én fogom majd szabályozni, és hogyha van valakinek ilyen happy-e, mint nekem megszokása, hogy évek óta az R és a 2-essel nyíljon meg a szerkesztésre az Ocean Audio, egy audio szerkesztő program, akkor azt szépen be tudod itt skálázni, hogy milyen sorrendben legyenek. Nagyon kényelmes. Ráadásul, hogyha elég ügyes vagy, nem azt mondom, hogy elég ügyes, inkább azt mondom, hogy hát hosszabb ideig szeretnéd használni a Ranger-t, akkor ezt a listát kibővíted folyamatosan, és ahogy mondtam, a könyvtár másolásával, mentésével, és az újabb telepítés, vagy másik gépen lévő telepítésbe simán belemásolod, és ott nem lesz olyan probléma, hogy jó, be van állítva itt a GM Palayer, nem tudom miért ő az első, hogyha nincs fent, akkor sipákol a gép, vagy felajánlja neked, hogy avval nyisd meg, és azzal akarod megnyitni, mégse nem megy, akkor természetesen nem fogja ő felajánlani. Hát ez az, ami nekem nagyon fontos, hogy van egy adott fájl köteg, mennyiség, vagy hogy is mondjam, típus köteg, amit napi szinten szerkesztek, belenézek, babrálok vele, csinálok vele, hogy annak a szerkesztési, belenézési, átírási lehetőség programjai nagyon jól bekonfigurálhatóak, persze máshol is természetesen, és utána örökre, amíg ezt a konfigurációs fájlt használom, meg lesznek nekem. Ez is egy olyan dolog, ami nekem nagyon-nagyon kellemes. A következő dolog, ami nekem nagyon kellemes, tehát ezért is szeretem a Ranger-t, a flat megoldás. Hát ez így senkinek nem mond semmit általában, vagy legalábbis tapasztalataim szerint nem feltétlenül lesznek bent a grafikus programba. Azaz, mi az, hogy flat? Van egy csomó alkönyvtáram, az alkönyvtárakban van egy csomó állomány. Van egy csomó állomány, különböző mérségű alkönyvtárakba berendezkedve, mondjuk jelen esetben a rádiós anyagok, amiket letöltöttem, levágtam, és hát valami normális formába elrendeztem magamba. Mielőtt valaki azt mondaná, hogy ez kalózkodás, nem, ez nem kalózkodás, a rádióból bárki bármilyen anyagot fel tud venni, le tud tölteni, erre törvényi lehetősége is van, illetve hogyha valakinek kérdése, kétsége a legkisebb módon van a jogtisztasággal, mind ahogy egyébként máshol is, a rádiónak a közönségszolgálatát felkeresve egy kedves mailt írva, hogy szeretné letölteni az XYZ hanganyagot, és ő ennek a technikai hátterét meg tudja csinálni, hát hogy ez jogszerű-e, meg fogja kapni a kedves levelet, minden rádiónál külön-külön érdemes megkérdezni, és pontosan ezt a választ fogja kapni, hogy természetesen önnek joga van ezt letölteni magáncélra, nem terjesztése természetesen, nem egy zeneművet letöltve és otthon a diszkót a faluban üzemeltetve ezzel, hanem magáncélra van joga letölteni, erre a törvény ad lehetőséget, a rendszer is olyan, hogy le tudod tölteni különböző megoldásokat, szóval lényeg az számunkra, hogy igazából ez egy kitérés volt, szóval szeretném az összes MP3-as fájlomat, illetve összes fájlomat egy könyvtárba látni. Hát miért? Mert szeretném mondjuk az összes MP3-ast kijelölni, és azt szerkeszteni, átalakítani, egyéb tevékenységet tenni vele. Hát ezt hogyan lehet megcsinálni? Van a főkönyvtáromba egy csomó MP3-as állomány, oké, végigmegyünk, lemegyünk a legvégére, hogy lássátok, hogy itt van a 20. század SH-val vége, és ezek vannak. Na hát ezt egy könyvtárba szeretném belerakosgatni, mert együtt szeretném ezt kezelni. Két megoldás van. Írsz egy scriptet, mondjuk a find parancsal, hogy az alkönyvtárokba is keresse meg az MP3-as állományokat, vagy itt fogod a 2-es pont, és beírod, hogy flat 2. A alkönyvtár mélységet jelzi a 1-es, 2-es, 3-as, 4-es. Tehát az első alkönyvtár szint, amit itt látsz, az természetesen a flat 1. Hogyha alkönyvtárából is szeretnéd ide berakosgatni, nem bemásolni,
csak úgy látni a dolgokat, akkor beütöd a Flat 2-t és leenterezett. Rögtön látod, hogy itt virtuálisan megjelennek ezek az MP3-osok, amik eddig nem voltak itt. Meg a többi fájl is, hiszen én ezt nem szűrtem. Azaz, hogyha most esetlegesen kijelölném, azaz az MP3-asokat mark, MP3 egy parancsal, mark jelölt ki, ki is vannak jelölve, szupi, nem? Bár ez bármelyik egyéb fájlkezelő is meg tudja csinálni, nem egy nagy újdonság, de nekem kényelmesebb gépelni, mint ott több mindenfajta egyéb, megnyitok egy ablakot, abba beírni, láthatóan nagyon egyszerűen megoldható, és ezzel tudok valamit csinálni. Nyilvánvalóan nem másolódtak ide ki, értelemszerűen, nézzük meg, hogy nem másolódtak ki. Látható, az alkönyvtárakban ott vannak az állományok, látható, tehát nem ide másolódtak, vagy nem ide mozgattak, hanem egy megjelölés, vagy egy ilyen virtuális kigyűjtés történt, és látom az összeset, hogyha már nem szeretném ezt a lehetőséget, akkor megnyomom a kettős pontot, megmondom neki, hogy a flat, az egyes mélység 1, a kettes alkönyvtár mélység 2, a 125-ös flat, az azt jelenti, hogy 125 könyvtár mélységig menjünk le, és a flat 0, azt jelenti, hogy én ilyet nem akarok, és el is tűntek. El is tűntek, a kijelölés megmaradt, természetesen, és ennyi volt. Ez a flat rendszert, a flat megoldást nagyon kedvelem, hiszen nem kell belemenni minden könyvtárba, és ott esetlegesen a műveletet elvégezni az adott állományokkal, hanem ki tudom virtuálisan, hát hogy is mondjam, helyezni egy főkönyvtárba, ott a műveleteket el tudom végezni, annélkül természetesen, hogy a állomány az átkerült volna oda, el tudom végezni a műveleteket, amiket szeretnék, és utána az egész kimásolós, kihelyezős dolgot vissza tudom vonatni a kettős pont flat nulla. Kettős pont, flat, nulla parancsal. Szóval ez nekem nagyon kényelmes, hogy az alkönyvtárakba is így el tudom végezni különböző egyéb kereséses, kijelöléses módszerek nélkül azt, amit szeretnék. És a végén annyit szeretnék mondani, hogy miért kedveltem meg a Ranger-t. Hát eddig egy órán át majdnem arról beszéltem, hogy miért szuper a Ranger, pár dolgot be is mutattam. Ezek miatt is szeretem, meg sok egyéb miatt is. Én nem szeretnék olyan, hogy is mondjam, reklámszövegeket elsütni, hogy azért, mert stabil, mert gyors, meg kezes, meg akármi. Ez mindegyikre igaz. Én nagyon sok, nem azt mondom, hogy az összes, de nagyon sok fájkezelőt végigpróbáltam 2007 óta, fő rendszerem a Linux, azóta elhihetitek, akármilyen rendszer hozta a saját grafikusát, akármelyik, szó szerint vegyük, terminálos fájkezelőt, hát hogy is mondjam, ajánlották, említették, előkerült, azt kipróbáltam, mindegyik stabil, mindegyik jó. Mindegyiknek van előnye is, hátránya is, ugyanúgy, mint a Rangernek, de mivel az volt a kérdés, hogy miért szeretem én a Rangert? Hát természetesen a Ranger előnyeit beszerettem volna mutatni. Egy picit úgy, hogy igazából nem a fő funkciókat, arra is kitértem, de igazából olyan kis dolgokat, ami nekem nagyon fontosak, én nagyon szeretem, de nyilvánvalóan, hogyha az elején ajánlott jó a leírása, témát, átgondolat, azaz elolvasod a leírást, és egy-két, hogy is mondjam, bemutató videót megnézel, ami már túlmegy azon, hogy itt nyitod meg a fájt, itt kell beállítani, akkor természetesen ráérzel, hogy itt a lehetőségek végtelenek. Azaz lehet, hogy amit én emlegettem, hogy nekem jó dolog, az neked periférikus, és más miatt szereted meg ezt a fájkezelő rendszert, de én azt mondom, hogy egy próbát mindenképp megér. Hát köszi szépen, hogy meghallgattatok. Természetesen ezen kívül rengeteg dolgot tud a Ranger, de én ezeket szerettem volna kiemelni, mind azokat, ami szubjektíven nekem nagyon tetszenek. Köszi szépen, sziasztok!